Szeretettel köszöntöm a leendő elsősöket és kedves szülőket! Kovács Nikolett, 8. B-osztályos tanuló vagyok, a Kiskunk Félegyházi Dózsa György Általános Iskola Diák Önkormányzatának vezetője. Barátaimmal Perlaki Máté, 4. A-osztály, Tóth Noel, 1. B-osztály. Egy rendhagyó sétára hívjuk Önöket. Jöjjenek velünk és ismerjék meg iskolánkat! Nagyon szeretünk itt játszani, tornázni, együtt lenni a családi napokon. Iskolánkban egyedülálló módon iskola galéria szolgálja művészeti nevelést. Diáktársaim reál és humán tantárgyakban is egyaránt sikeresek. Az, akikre büszkék vagyunk falon, tesszük közzé eredményeinket. Itt szoktuk a farsangot ünnepelni. Minden alsós osztály együtt beöltözik, és egy fergeteges műsor keretében búcsúztatja el a telet. Az aulában ünnepeljük közösen nemzeti ünnepeinket és a karácsonyt. Szoktunk ebédelni. Nagyon finomakat főznek, és aranyosak a konyhás nénik. Ha fiú vagy, és szereted a hasad, akkor biztosan nem maradsz éhen. Most menjünk fel arra az emeletre, ahol az első és a második évfolyam tanul. Nagyon szeretek itt lenni, mert itt csak mi vagyunk kicsik. A tanítónénik mindig szépen feldíszítik a folyosót és a termeket. Nagyon sokat tanulunk, játszunk, a tanítónénik nagyon kedvesek és segítőkészek. Most benézzük a két második osztályhoz, mert jövőre ezekben a termekben fogtok tanulni. A Legóval játszani. Könnyebb vele megérteni az osztály, szorzás, benfulladást. Mert azzal játékosan tanulhatunk. Megfoghatjuk, ragosgathatjuk, és nem csak a füzetbe írhatjuk. Miért szerettek a miencsükével tanulni? Mert nagyon érdekesek és szórakoztatóak ezek a digitális játékok. Szeretünk játszani, és játékosan sokkal jobban megy a tanulás. Amikor kicsi voltam, én is ebbe a teremben tanultam. Nagyon szerettem ide járni. Miért szerettek ide járni a Dózsa iskolába? Azért szeretek ide járni, mert szeretem a tanítónéniket, kedvesek és sokat segítenek nekem. Azért szeretek ide járni, mert itt sokat lehet tanulni. Szeretem a rajzot és a technikát, mert ott sok szép dolgot szoktunk készíteni. Azért szeretek ide járni, mert szeretem a matematikát és az olvasást, mert ezeken az órákon lehet sokat számolni és olvasni. Azért szeretek ide járni, mert a mamám is itt tanított, és van sok barátom, akikkel tudok az udvaron játszani. Miért szerettek ide járni a Dózsa iskolába? Domi. Azért szeretek a Dózsa iskolába járni, mert okosodunk, sok betűt megtanulunk, és megtanuljuk, mit kell tenni a példás magatartásért. Regő. Azért, mert játszodok a barátaimmal.
Zsófi. Sokat kézműveskedünk, és a tanítónáink is kedvesek. Alex. Mert szorgalmiért kapunk nyomdát. A délelőtt megszerzett tudást a változatos szakkörök segítenek tovább mélyíteni. A robotika már alsó tagozatban is segíti a matematikai képességet és a logikus gondolkodás fejlődését. A későbbiekben már a mi saját magunk által épített és programozott robotokon gyakorolhatunk. A fiúk és a lányok is egyaránt szeretik a főző szakkört. Most kell csak igazán odafigyelni az egészséges táplálkozásra, ahhoz, hogy ellenálló legyen az immunrendszer. A Dózsa iskola kiskuktái lelkesen készítik a finom és egészséges ételeket Erika néni vezetésével. Az incsiklandó falatkák, szendvicsek tálalás után gyorsan el is fogynak. Iskolánk diákjai nagy sikerrel vesznek részt különféle rajzpályázatokon. Az alsó és felső évfolyam számára egyaránt szervezünk rajzszakkört. A délelőtti és délutáni foglalkozások is nagyban megkönnyítik tovább tanulásunkat. A 8-os diákok számára felvételi előkészítő foglalkozást is tartanak iskolánk pedagógusai. Én nagyon elégedett vagyok a központi felvételi eredményével. Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni, akkor gyere a Dózsába, ahol családias légkörben szerezhet olyan tudást, amellyel megalapozhatod a jövődet. Oh,